Jó estét kívánok! Amikor meghívtuk Kósa Lajost a műsorunkba, akkor még nem tudtuk, hogy addig még egyszer kirobban az Összödi botrány, most viszont valószínűleg már önök is értesültek erről, hogy felkerült két erre vonatkozó nemzetbiztonsági jelentés anyaga az Alkotmányvédelmi Hivatal honlapjára. Tegnap pedig Gyurcsány Ferenc itt az ATV-ben egy rendkívüli egyenes beszédben már beszélt erről a kérdésről. Most tehát Kósa Lajossal jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Természetesen itt kell folytatnunk, és talán az a legideillőbb kérdés, hogy ha eddig nem hozták nyilvánosságra ezeket a jelentéseket, pedig maguk az érintettek ezt az önök kormányzati időszaka alatt többször ismételten kérték, akkor miért pont most a kampányban, az utolsó métereken, amikor egészen egyértelműen az a látszat, hogy ezzel a kampányt akarják valamilyen módon tematizálni, vagy befolyásolni, vagy legalábbis az összefogás résztvevőit egymás ellen fordítani? Hát azt nekünk semmiképp sem lesz könnyű, mert az összefogás részvevői már jóval korábban egymás ellen fordultak. Talán ön is emlékszik, az ATV-ben is sokszor szerepeltek, és mondtak mindenfajta nagyon durva vagy vad dolgot egymásról. Szanyi kapitány például azt mondta, Gyurcsány Ferenc, hogy hibbant borsi milliárdosokkal nem lehet jövőt építeni. Gyurcsány Ferenc azt mondta pont itt az önök stúdiójában, hogy sem Mesterházi Attila, sem Bajnai Gordon. Az ilyen incidensek nyilván szórakoztatják, de az én kérdésem az nagyrészt arra vonatkozott. Az annyinek különösen lehet szomorkodni, mert egy jó pofa fickó. Hogyha eddig nem hozták nyilvánosságra ezeket a jelentéseket, akkor először is miért pont most, miért a kampányban? Nézze, annyiszor beszéltek a kampányban Összödről egyébként, hát volt a itt kampányban minden... ki beszélt Összödről önökön ki? Hát Összödről pont nem is szoktunk beszélni, nem maga Gyurcsány Ferenc. Hát itt volt minden, mondott, hogy Kati, Béla, Sanyi, mindenfajta keresztneveket, hogy akkor ki, valóban, hogyan, merre, meddig. Volt egy ilyen történet, volt és ez a heti válaszcikke után volt, akkor is kérték a résztvevők, ez még egy évvel ezelőtt volt, hogy hozzák nyilvánosságra a jelentést, akkor nem tették meg, a belügyminisztérium nagyon határozottan visszautasította ezt, a kérdésem tehát marad, miért pont most? Hát őszintén szóval azt mindenképpen a belügyminisztertől kell megkérdezni, mert vidéki polgármesterként én nem kezelem a belügyminiszternek az iratait, azt nyilván gondolhatják. De egyébként de magam azt gondolom. Tartja? Persze, én szerintem ez teljesen rendben van. Most, hogy így a, végül is összeállt az Összödi csapat, azért lényegében ugyanazok vannak az összefogás listáján, akik egyébként az utolsó Gyurcsány kormányban is, és tönkretették az országot, ráadásul Összöddel együtt, nem baj, hogy emlékeznek az emberek arra, hogy kik is kérik újra a bizalmat tőlük. De ezzel, amit most mondott, abszolút azt támasztja alá, hogy ez egy kampányfogás. Nézzek, kampány időszakban nem lehet olyat csinálni, ami nem kampányfogás. Ez... Lehet az Alkotmányvédelmi Hivatalt, vagyis valójában a nemzetbiztonságot kampánycélokra használni? Tehát félértik. Most mondtam az előbb, de akkor újra megismétlem, hogy ugye a kampányban folyamatosan Összödről pro-kontra volt szó. Maguk az érintettek követelték, hogy ha ez a jelentések, amit megjegyzem, ők csináltattak, tehát félítés ne esik a jelentést, azt Labos Sándor, a Gyurcsány, Bajnai kormányok által kinevezett és hivatalban tartott MVH igazgató csináltatta, egyébként ezt ők is ismerték, és fontosan követelték, hogy hozzák nyilvánosságra, most ez megtörtént. Na egyébként de most történt meg, és részlegesen történt meg, tehát egyrészt nem akkor, hát amikor ők bocsánat, követelték. Az maga a jelentés, és... amit nyilvánosságra hoztak, legalábbis amit én olvastam az interneten, az egy teljes jelentés, az nem tudjuk, hogy van-e még. De tudjuk, hogy van-e még, hiszen hát ezt honnan? Már nagyon sokszor elmondták az érintettek, sőt korábban évekkel ezelőtt, amikor kérték, hogy hozzák nyilvánosságra az összes anyagot, akkor elmondták és előre figyelmeztettek, hogy ne csak egy részét, hanem az összes anyagot. Most is tudjuk, hogy például létezik egy zárójelentés 2009-ből, aminek tudom a titkosítását, de ezt tudjuk, mert ezt nem tagadta még a belügyminisztérium sem, nem oldották fel a titkosítását, mint ahogy egyéb anyagok is léteznek. Bajnai Gordon, aki miniszterelnökként látta ezt a jelentést, pedig azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy csak az anyagok egy részét hozták nyilvánosságra, ő ezt is manipulációnak minősítette egyébként, de ráadásul még ezekben az anyagokban is nagyon sok az olyan letakarás, ami a Fidesz számára kellemetlen részeket hivatott leplezni. Hát tisztázok valamit. Az Összödnek, az egész Összödi beszéd, a Gyurcsány Ferenc szabad akaratából hangzott el az MSZP-i frakciülésen. Ott egy darab fideszes nem volt, senki nem mondta a Fidesz részéről Gyurcsány Ferencnek, hogy mondja azt, hogy hazudott reggel, éjjel, meg este, senki nem mondta a Gyurcsány Ferencnek, hogy mondja azt a saját frakciótársainak a szemébe, a szocialisták szemébe, hogy nem csináltak semmit, hamisították a költségvetési adatokat, megtévesztettek mindenkit, becsapták az Uniót, ráadásul azt mondta az ószerint Gyurcsány Ferenc, hogy nem tudtok mondani semmit, egyetlen egy olyan intézkedés nem, amire büszkék lehetnék. Ezt szabad akaratában mondta. Szerintem ez... az, hogy ez kiderült, mint a jelentésből kiderül egyébként
ráadásul Gyurcsány Ferenc tudtával hozták ezt nyilvánosságra, tehát ez van a jelentésben. Ez fontos, mert ez közérdek. Tehát, hogyha a miniszterelnök ezt mondja. Ez nem derült ki a jelentésből. Dehogy nem, benne van, az van a jelentés első részében, hogy a ide vonatkozó közlések és adatok azt támasztják alá, hogy Gyurcsány Ferenc, az akkori miniszterelnök jóváhagyásával, tudtával szivárogtatták ki tudatosan ezt a beszédet. Hogy aztán ennek mi értelme volt, azt tőlük kell megkérdezni, de szerintem az mindenképp, hogyha egy ország miniszterelnökének az a véleménye, hogy hazudott reggel, éjjel meg este folyamatosan, ez közérdekű tény. Jó, hogy nyilvánosságra került, legalább tudjuk. Nyilván azt most ön is mutatja, hogy nem tudják elégszer elmondani, ami ebben a beszédben annak idején elhangzott, ami valóban óriási botrány volt, nagyon sokat ártott Gyurcsány Ferencnek, a szocialista pártnak. Hát sőt, a szocialistáknak. Mert egyébként nyilván... ne felejtsük el, azon a frakcióban ott volt Mesterházi Attila, aki nem csapott az asztal, hogy már pedig én nem hazudtam, de kikérem magamnak, stb. Stb. Pont ezt mondta itt tegnap este Gyurcsány Ferenc is, hogy hát azért veszik elő nyilván most ezt az ügyet, mert hogy ez a beszéd egyszer már sokat ártott, most a kampányban újra fel akarják használni. Ettől még marad szerintem az én kérdésem, hogy az alkotmányvédelmi hivatalt lehet-e a kampányban ilyen módon felhasználni, de hogy pontosítsam még valamit, amit az előbb mondott. De egyébként azt mondta, hogy mi derül ki ebből a jelentésből. Két jelentés van. De csináljuk már azt, nem akarom megzavarni, elnézést kérek, csak hogyha mond egy megjegyzést, amire én szeretnék reagálni, akkor engedje meg nekem, vagy akkor ülök itt, mint egy krumplizsák, azt hallgatom, hogy semmi gond, én egyelőre csak szerettem volna az ön által előbb elmondottakra reagálni, aztán ő majd megint reagál arra, amit én mondtam. Ez a beszélgetés menete, azért szeretném. Köszönöm szépen. Csak több mindent mondott az előbb, amire úgy éreztem, hogy egy picit pontosítani kéne, és az egyik, amit mondott, hogy kiderült ebből a jelentésből valami. Az van az első. Hát tisztán akarom, amit én azt a jelentést láttam, ami egyébként megjelent az interneten, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon mit látott egyébként, azokat a jelentéseket az ő munkatársai csinálták, hogy azt annak idején miért nem hozták nyilvánosságra Bajnai Gordon, mikor miniszterelnök volt Gyurcsány Ferenc kitakarás nélkül bevállalva, nekik módjukba állt volna, azt mondja, gyerekek, nincs titkosítás, ez történt, ezek hozták, én adtam ki, ennek adtam, annak adtam. Önöknek ma, is módjában állt volna. Várjon egy picit, ma akkor nincs ilyen sztori, mert akkor minden nyilvánosságra került. Ehhez képest beszéltek épp úgy 5-6-ot, mint az összedi beszéd idején, mert erről a szokásokról, hogy hazudtak reggel, éjjel, meg este, nem bírnak leszokni. De most se, szerintem. Szóval önöknek is nyilván lehetőségük lett volna hamarabb, akár kitakarások nélkül nyilvánosságra hozni ezt a két jelentést. Leginkább arra lett volna lehetőségük, hogy az összes ezzel kapcsolatos anyagot nyilvánosságra hozzá. Az, hogy van két jelentés, az Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon közléséből tudjuk, állítólag, igaz? Gyurcsány Ferenc maga mondta azt magáról, azóta se cáfolta, hogy hazudik reggel, éjjel, meg este, meg hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Tehát, hogy az ő közlése alapján mit feltételezünk, az egy bonyolultabb dolog. Mint ezt az előbb már említettem, a zárójelentés létezését senki nem kérdőjelezi meg, a belügyminisztérium is elismeri, hogy van egy ilyen, és nem oldották fel a titkosítását. Értem. Ez is egy érdekes kérdés, hogy azt miért nem. De visszatérve arra, hogy mi derül ki ezekből az anyagokból, ugye két jelentés van, az egyikből az derül ki, amit eddig sem cáfolt senki, hogy ezt az anyagot, ezt a beszédet nem kívülről, nem titkosszolgálati eszközökkel rögzítették, hanem feltehetően a hivatalos verzió hangfelvétele ment ki. Igen. Ezt eddig is tudtuk, ez nem ez okozott nyilván most. De az is véletőleg a miniszterelnök tudta, hogy ez benne van a jelentésben. A másik jelentés... De benne van a jelentésben, nem? Hogy véletlenül a miniszterelnök tudtával? Igen, erre utal a jelentés első rész, hogy a rendelkezés álló adatok alapján a miniszterelnök tudtával beleegyezésre azon benne a jelentésben, hogy a megbízó személye ismeretlen, és igen. Ezt nem tudták megállapítani. Nem a megbízó, hanem aki maga kiszivált, tehát aki maga kivitte az anyagot, de az van benne, hogy egyébként a maga miniszterelnök, tehát Gyurcsány Ferenc annak idején tudott róla. Én ebben a jelentésben ilyet nem láttam. A másik jelentésből olvasható ez ki, bár itt is azt mondja Bajnai Gordon, mert nem feketén-fehéren van benne, hogy úgy van szerkesztve és kitakarva ez a szöveg, hogy a végső megállapítások ellenkezőjét sugallja, de minden esetre ez az egész jelentés, ez Rózsa Eduardo Flores elmondására alapoz. Pedig ezt honnan lehet tudni? Mondjuk ezt lehet azt hiszem, hogy lehet tudni, igen, hiszen igen, a gerilla fedőnév az teljesen egyértelmű, ő takarja. Nem a Guevara? De a Guevara fedőnév, bocsánat, a gerilla jelentésben. Tehát igen. Ezen nem érdemes vitatkozni, mert ez teljesen egyértelmű, és már csak onnan is tudjuk, mert ő korábban már elmondta majdnem szóró-szóra ugyanezt, és akkor névvel. Meg utóvégre Kati Ferkó Klára Sáros valahány év a naptárban, mert emlékszik rá, mikor ez a... Valóban, korábban szintén az ő elmondása alapján, meg nem Gyurcsány Ferencre, hanem más szocialista politikusokra próbálták kerülni. De azért lássuk, hogy ez az összödi történet nem nélkülözi a mindenfajta ilyen
operett jeleneteket, amikor Gyurcsány azt mondja, hogy Béla, Sanyi, Klára, Kati, majd utána ezt elküldi Mesterházának, aki nyilvánosan egy lezárt borítékot, amiről nem tudjuk, hogy mi van benne, meg ki, az ledarálja. Én azt hiszem, hogy most nem azért vagyunk itt, hogy minősítsük ezt a történetet, mondom, hiszen erre azóta már számtalan lehetőség rendelkezésre. Hát oda szerettem volna eljutni, bár látom, hogy nagyon nem szeretné, hogy eljussak ide. Tehát jusson. Hogy ebből a jelentésből a megbízó személyére megint csak nem derül ki, feketén-fehéren semmi, Rózsa Eduardo Flores feltételezésekről beszél. Ő azt is elmondja, hogy ő nem tudja, hogy egyébként ez a felvétel kinek a megbízásából került hozzá. Az kétségkívül kiderül, hogy a szocialisták közül került hozzá. Igen. Azt viszont tényként említi, hogy őtőle a Fidesz felső vezetéséhez került ez a felvétel. Azt is tényként említi egyébként, hogy Debrecenbe került ez a felvétel, és állítólag volt egy olyan találkozó, ahol a Fidesz legfelsőbb vezetői meghallgatták, és ők döntöttek arról, hogy hogyan használják fel, hogyan jusson el a médiához. Ezen a találkozón állítólag ön is részt vett. Tehát a Fidesz minimum abban feltétlenül érintett ebben a történetben, és valahogy erről nem akarnak beszélni, hogy a hozzájuk eljuttatott felvételt, persze melyik párt ne használta volna ki ezt az önök helyzetében, nem akarom azt mondani, hogy érthetetlen, de mégiscsak utána önök használták fel, önök juttatták el a sajtóhoz. Ez csak azt mutatja, hogy egyébként az ország normálisan működik, lássuk be, hogyha mondjuk a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc mond egy beszédet zárt körben, amiben azt állítja, hogy hazudtunk reggel, éjjel, meg este, amire elmondja, hogy meghamisítottuk a költségvetési adatokat, becsaptuk az uniót, átvertük az embereket, akkor olyan böszmeséget... Nem tudom, hányszor fogja még ma este elmondani, hogy mit mondott akkor Gyurcsány Ferenc, de a kérdésemre is tegye meg, hogy válaszolja, hogy volt-e önöknek, és konkrétan önnek kulcs szerepe abban, hogy utána ez a beszéd hogy kerül nyilvánosságra. Az, hogy egyébként ezt a beszédet ki hogyan kapta meg, az teljesen követhetetlen, én sem tudom. Hát mert csak tudja, hogy ott volt, vagy nem volt ott. Én sokfajta találkozón voltam ott, ahol egyébként a beszédről szó volt, de a helyzet a következő. Még mielőtt nyilvánosságra került? Meg utána is. Tehát még mielőtt nyilvánosságra került, olyan jelen volt találkozókon, ahol erről a beszédről szó volt. Hát nézze, felhívott egy barátom, aki egyébként fideszes, Miskolcról, és ő maga mondta, hogy van egy ilyen beszéd a birtokában, másokhoz is eljutott, mit csináljunk. Én meghallgattam, és bejátszott a telefonba, mondtam, hogy hát mi csinálnánk, hát ez közérdekű adat, a miniszterelnök azt mondja, most megint mondom, hazudtunk reggel, éjjel, meg este, stb. És oda kellene a sajtónak. Hát ez teljesen normális, ez olyan, mint hogyha... De eddig tagadták, hogy önöknek bármi közel lett volna a kiszivárogtatás megszervezéséhez. Tisztázunk valamit, a kiszivárogtatás az, hogyha csak legalább a fogalmakat egy közösen használ. Valaki kiszivárogtatta önökhöz, és önök utána megszervezték, valaki, hogy valaki kiszivárogtatta, odaadta az ellenzéknek, állítólag a Jobbik, illetve a radikális elemek is megkapták, és azok meg a Kuruc Infóra akarták fel, csak elszúrták, erről is van a jelentésben szó. És egyébként értelemszerűen ezt odaadják a sajtónak. Az kiszivárogtató az az ember, aki a Balaton Öszödi udülőből kihozza a felvételt. Értem, arról utána, is szól a történet, hogy önök hónapokkal korábban kapták meg a felvételt, és aztán megpróbálták megfelelően időzíteni. Erről a jelentésben, amiről most konkrétan szól, egy szó nem, csak ugyanez a Rózsa Eduardo Flores korábban beszélt erről, akiről egyébként a jelentés is most szól, és korábban még úgy fogalmazott, hogy hónapokkal előbb kapták önök meg a felvételt. Hogy emlékszik, hogy ezek a beszélgetések, amelyeket az előbb elismert? Nézd, én a helyzet az, hogy mikor ezzel a fideszes fiúval beszéltem, az volt reggel, már délután a Kossuth Rádióban hallottam viszont a beszédet. Tehát ez egyébként olyan mértékben érdektelen, mint hogy az valószínűleg azt sem tudja megmondani, hogy ki volt a Kossuthnak a Kossuth Rádióban a hírkes szerkesztő aznap, amikor ezt a beszédet lejátszották. Ez nem mondja, hogy ha ez ennyire érdektelen lenne, akkor most a választási kampányban önök ennek a két jelentésnek a titkosítását nem oldják föl. De nyilván azt gondolják, hogy ez a titkosítást most nincs feloldva, mert kivont akarva egy csomó név, biztos észrevette. Most azokra a jelentésekről nem hozzák nyilvánosságra, kitakarva részlegesen az erre az esetre vonatkozó vizsgálati jelentéseket. De a helyzet az mégiscsak az, hogy azért, hogyha most megnézze a dolog érdemi részét, akkor az összedi beszédnek két kulcseleme van.
ki gondolta azt az MSZP-ben, és vajon milyen szándékkal, hogy megteszi azt a lépést, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, hogy most ennek már volt közvetítője meg, hogy ki volt a motoros futár, valamilyen vadregényes motoros futár történet. Igen, egyébként tudom mutatni egy ábrát erről, ez a gerilla nevű akciónak a folyamat ábrája, ebből látszik, ebben van benne a jelentésből, ez kiolvasható. Na de várjon, hogy... ebbe a jelentésbe, most akkor tisztán valamit, induljunk abba, hogy a Rózsa Flores Eduardo, Isten nyugosztalja, közléseit azt abstrakt tényként fogadjuk el, vagy mégiscsak tudjuk azt, aki kicsit is ismerte a Rózsa Flores, hogy a Rózsa Flores bizony nagyon sok mindent beszélt össze-vissza, aminek a felese volt igaz. Na hát akkor most vagy hiteles, amit ő elmondott, és akkor ezt nem, a jelentést ez valóban most ki kellett hozni, ezért, vagy nem hiteles, ezért teljesen érdektelen maga ez az egész, mert a helyzet az, hogy ott van benne Gyurcsány, önök is felírték, Gyurcsány Ferenc frakciótársak egyeztetve. Tehát, hogyha ez Gyurcsány Ferenccel van egyeztetve, akkor adott esetben teljesen mindegy, hogy a motoros futár az most MZ250-es volt, vagy Pannonia, vagy Yamaha, mert a lényeg az, hogy Gyurcsány Ferenc valamiért azt gondolta. Ezt én sem kérdeztem, hogy milyen márkája volt a motornak, igen, amin a futár, Ferenc, de azt kérdeztem, hogy voltak-e valóban futárok, és valóban milyen szerepet játszott a Fidesz ebben, és mindjárt elmondom azt is, hogy ez miért lényeges. Gyurcsány Ferencnek tegnap Simon András kollégám már feltette az összes lényeges kérdést ezzel kapcsolatban. Jaj, nem láttam nyilván az adást. Őszintén szóval nem láttam, nem követem azért Gyurcsány Ferenc minden szóval. Akkor én elmondom, hogy ő például azt a következtetést vonta le, igen, ebből, hogy ez szerint a jelentés szerint is a Fidesznek egészen egyértelmű szerepe volt ennek a beszédnek a nyilvánosságra kerülésének megszervezésében, hogy ebből ő szerinte az is következik, hogy a 2006-os zavargások előkészítésében is komoly szerepe volt a Fidesznek, hiszen erre készültek, és erre ehhez időzítették, és így hangolták össze, így teremtették meg azt az alaphangulatot a jelentés nyilvánosságra hozatalával. De ez a legnagyobb baromság, amit el lehet mondani. Ráadásul pont attól az embertől felháborultó cinizmus, aki belelövetett a békésen emlékező tömegbe, aki emberek szemét lövette ki, akinek a rendőrei láttuk a felvételeken, körbevéve ártatlan embereket, rugdosták őket halálra. Hova tovább? Nem sokára az lesz Gyurcsány Ferenc közlése, hogy az a hibás, aki beletette a szemét a gumilövedék útjába. Ha elkapta volna, akkor nem lőtt ki a szemét. Felháborító. De nem csak azt, akkor nem, először azt mondom, a hogy felháborítónak tartom ezt. Továbbra is azt állítom, hogy ahogy nem érdekes az, hogy ki volt a Kossuthnak a műsorszerkesztője, ahogy nem érdekes az, hogy az Origóban éppen kipötyögtem a gépet. Az sem érdekes, hogy a Fidesz szervezte meg, hogy ez a felvétel mert, hogyan és milyen vágott formában kerül nyilvánosságra. Először is nem, én úgy tudom, mert az mindenki azt mondta, hogy ez vágatlan formában került a nyilvánosságra. Nem, amikor először nyilvánosságra került, akkor még egy vágott verzió, de, erre biztos emlékszik, aztán később valóban a teljes hangfelvétel. Az, hogy a Kossuth mit kapott, az, hogy az Origó mit kapott, hogy a sajtó mit kapott, és abból mit szemlézett, mit nem, az a szerkesztők dolga. Azt nem vágta, azt ők vágták meg legfeljebb. De egyébként én nem tudom, hogy milyen verziók kerültek. Mert mondom, én sem ezeket az ábrákat még mindenféle dolgot hozzá lehetne tenni. A lényeg ott van. Gyurcsány Ferenc egyeztetve valamiért kiszivárogtatta a beszédét. Ezt a saját összödi beszédet. Érthetetlen egyébként, mert ezzel a halálát okozva az MSZP-nek. Akkor ön hitelt ad Rózsa Flores szavainak ezek nem, szerint. Nem, azt akarom mondani, hogy vagy hitelt adunk a Rózsa Floresnak egy az egybe, vagy egy teljesen hiteltelennek, és akkor ha hitelt adunk Rózsa Floresnak, akkor az az egy legfontosabb kérdés, hogy vajon a magyar köztársaság miniszterelnöke, az akkori Gyurcsány Ferenc, az miért gondolta azt, hogy ezt a összödi beszédet ő kiszivárogtatja, ráadásul folyamatosan revolverezi ezzel a saját pártját. Na de ő nem ismerte el, hogy ezt mondta, hogy akkor ő viszont, ezt mondta volna, jó, akkor vagy viszont ő kiszivárogtatta volna, sőt akkor, a jelentésben is ez sokkal kevésbé konkrétan kikövetkeztethető, mint az önök szerepében. De akkor a Rózsa Floresnek mégsem lehet hitelt adni a szavainak, akkor meg az egész történet teljesen érdektelenül válik. Akkor miért kellett ezt a jelentést pont most a választási kampányban nyilvánosságra hozni, és miért nem hozzák nyilvánosságra a többi anyagot? Ezt mindenképpen kérdezem meg a belügyminisztert, mondom még egyszer. Ön mit gondol erről? Debrecen polgármestereként nem kezelek belügyminiszterem titkos adatokat egyáltalán. Na de a Fidesz alelnökeként benne van ezekben a folyamatokban, meg miben? Ebben a történetben a titkosítás? Is. Hiszem, de hogy nem a titkosításban, de a politikai folyamatban feltétlenül. Hát és most is beszél róla. Hát mert meghívtak, és ön ezt kérdezi tőlem, de szívesen beszélek teljesen másról is, mert egyébként az összödi dolgokról olyan sok újat már nem nagyon lehet elmondani. De most mondott például újat, ez nagyon érdekes, Micsonát? Mert hogy soha korábban nem ismerték el, hogy önöknek szerepük volt abban, amikor megkapták ezt a felvételt. Mindig azt mondtuk, hogy ez teljesen érdektelen, a helyzet a következő. Eddig ürgebőrbevart jelentésekről beszélt meg minden, amikor azt a maraságot, komikus történeteket próbált meg ezzel kapcsolatban. Hogy hívják azt a fiút, aki
aki a Rózsa Floresnek a két éve halott kutyáját sétáltatta az utcán. Aki ezt a Rózsa Flores félreverziót, amikor elmondta, akkor ő azt mondta, hogy ő Bíró Máké fideszes képviselőn keresztül személyesen önhöz juttatta el ennek idején ezt a félreverziót. Most én ezt a fiút soha az életemben nem láttam, és kicsit mosolytam is rajta, hogy, mert az kiderült az elbeszéléséből is, hogy ő azt akkor a kutyát őrizte, amelyik azelőtt két éve már halott volt. Jó, de az előbb elismerte, hogy valóban részt vett beszélgetéseken, valóban megkapta ezt a felvételt, akkor kitől, ha nem Bíró Máktól? Mondom, hogy nem kaptam meg, tehát ez a helyzet az az, hogy nekem is az álláspontom, hogyha egy ilyen bárki, újságíró, ellenzék, akárki kap egy felvételt, amin a magyar köztársasági miniszterelnök egy Gyurcsány Ferenc akkori hangjával a kormányzó párt frakciülésén elmondja azt, hogy hazudtunk reggel, ezt a világ összes politikai pártja kihasználta nem, volna. Kötelesség nyilvánosságra az. Volt-e az, aki ezt a döntést akkor meghozta? Dehogy mondom. Én az akkori véleményét is van, nem hoztam semmilyen döntést, de mikor meghallottam, hogy van egy ilyen ügy, amiben állítólag a Gyurcsány, oda kell adni a sajtónak, a sajtó dolgozza, nem a politikusok tájékoztatják a közvéleményt, meg az embereket, hanem a sajtó, és egyébként azt meg mindenkinek tudni kell, hogy egy olyan miniszterelnökünk van és kormányunk, akik hazudnak, csaltak, becsaptak mindenkit, nem kormányoztak, átvertek bennünket, és most ráadásul van képük 4 évvel a történtek után újra a bizalomhoz fordulni, feláll az Öszödi csapat oda, írják magukat a lista élére, és azt mondják, hogy megújultunk. Tehát akkor ezért oldották fel most a pontosítást, mert ezt a titkosítást, illetve ezért hozták nyilvánosságra a jelentést, mert eszükbe jutott a kampányban, hogy na hát ezeknek van képük még egyáltalán a választásokon indulni, akkor most hát emlékeztetjük azért az embereket. Akkor kérdezzetek öntől valamit, hogyha megpróbál. Ha válaszol a kérdésemre, akkor utána nyugodt. Hogy azért lássuk be, mégiscsak volt abban némi meglepetés, hogy a kampány kezdet előtt 2 hónappal egyszer csak összeáll az MSZP Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenccel, miközben 3,5 éven keresztül azt mondták, hogy nem, soha Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban 2 kérdés van, csillag vagy riport, mondta ezt az MSZP. Ez egy politikai történet, hát, ezzel kapcsolatos vélemény természetesen kifejthetnek a kampányban az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Belügyminisztérium. Hozhat ezzel kapcsolatos politikai döntéseket? Hát nézze, ez nem politikai döntés, szerintem a helyzet éppen az, hogy... Ezzel eddig éveken keresztül védték azt az álláspontot, hogy ezeket a jelentéseket nem hozzák nyilvánosságra, hiába kérte külön hát, Mesterházi Attila is, külön Gyurcsány Ferenc is, Szilik Katalin is, más érintettek, és nem a Belügyminisztérium mondta annak idején. Azt mondtam, hogy jobb lenne tiszta vizet önteni a pohárba, mindenkinek jobb lenne. De nem öntöttek, csak pont most a kampányban. Tehát a Belügyminisztérium és az Alkotmányvédelmi Hivatal hoz egy látszólag szakmai döntést. Nézze, a kampányban, ha jól értem az ön szavait, akkor, amikor önök fölháborodnak, hogy ezek egyáltalán indulnak a választásokon. Magánvéleménye van. Egyébként a helyzet az az, hogy jobb is, hogy az ország visszaemlékszik arra, hogy valaki elfelejtse, hogy milyen emberek ezek, azon, hogy tönkretették az országot, tényleg csőcillére jutották, hazudtak reggel, éjjel meg este, fittyet hánytak a saját esküjüknek, becsaptak mindenkit, uniót, az embereket, átvertek mindenkit, a népről annyit mondtak, hogy majd ha nem tetszik nekik, tüntetnek, majd megújják, hazamennek, azt ugye nem mondták, hogy belék is fogunk lövetni, de az kiderült. Szorgalmazná ön, hogy az összes ide vonatkozó jelentést hozzák nyilvánosságra, azt is, ami a 2006-os zavargások előkészítéséről készülhetett, azt is, ami ennek az összödi beszédnek. Használj egy kicsit csak a logikát. Most gondolj el, ugye mikor is volt a 2006-os zavargás? Ősszel. Igen, 2006-ban. Utána még Gyurcsány Ferenc kormányzott 3 évig. Ha bármifajta verifikálható adattal keletkezett volna Gyurcsány Ferencnek arról, hogy a zavargásokat a Fidesz szervezi, és nem a nép elemi és természetes erői felháborodása vitte őket az utcára, ön szerint ezt nem hozza nyilvánosságra? Ezt meg fogom nélkül kérdezni mindjárt a híradó után Szilvási Györgytől, de ön támogatja azt, hogy az összes erre a Józan eszét használja, vonatkozó jelentést hozzák nyilvánosságra, az összeset, nem egy részét. Szándékosan mondtam azt, hogy a józan eszét használja, a józan ész használata és Szilvási György megkérdezése az 2 ellentétes dolog. Tehát amikor azt mondja, hogy a józan eszét használja, akkor az semmiképp sem jelent az, hogy tehát kérdezzük meg Szilvási Györgyöt, mert az nem. Én hát, azt kérdeztem, azt mondja, én hogyha azt mondom, nézze, hogyha Gyurcsány Ferenc... Ő volt a titokminiszter. Igen, de mondjuk csak azt akarom mondani, hogy ugye pont Szilvási Györgyöt megkérdezni a
valóság feltárásának a valódi igényével az teljesen felesleges, de mindegy, nem a Szilvási Rokról beszélni, hanem arról, hogyha Gyurcsány Ferencnek, Szilvási Györgynek, bárkinek bármifajta verifikált adata lett volna arról, hogy a zavargásokhoz a Fidesznek bármifajta köze van, akkor az biztos, hogy nyilvánosságra hozzák. Hát ezt lehet látni. Jó, köszönöm szépen, hogy elmondta belelövet, a véleményét. Most sajnos kezdődik az a híradó. Az erre sem simán képes. Kezdődik úgy, a híradó, hogy nekünk, úgy, a Fidesznek az semmi köze nem volt, csak fel volt ott nálad, és értem, hogy ön ezt nem tartja jó ötletnek, de azért én meg fogom kérdezni Szilvási Györgyöt, hogy a nézőknek ajánlom, hogy térjenek vissza hozzánk a híradó után.